Segítőkanálatok Mizuban köszöntöm kedves nézőinket. A mai műsorban olyan vendégeket hívtam, akik az élet bármilyen területén a segítségnyújtásra helyezik a hangsúlyt, mások életkörülményein igyekeznek javítani, legyen szó akár drogprevencióról, vagy szegényeket támogató egyesületről, vagy akár a nagycsaládosok helyzetén próbálnak segíteni. A stúdióban köszöntöm Perger Tündét, az egészségdok munkatársát. Sziasztok! Köszöntöm Bálesné Elekes Ritát, a Széna Egyesület a családokért elnökét. Köszönöm szépen a meghívást. És Szontegné Kovács Erikát, a SZETA vezetőjét. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy itt vagytok, és azért tartom nagyon fontosnak azt, hogy most egy kicsit kötetlenebből tudunk beszélgetni, mert hát azért híradásainkban elég sokszor találkozunk veletek, de akkor mindig olyan kis nyúlfartnyi időnk van arra, hogy megbeszéljük a helyzeteteket, és hát titeket is szeretném, hogyha jobban megismernének így Fehérváron és a környezetünkben. Úgyhogy akkor kezdjük egy kicsit azzal, hogy beszéljünk arról, hogy mi mindent tesztek ti a mindennapokban azért, amit most az előbb elmondtam felvezetőmben, segítségnyújtásként. Kezdjük veled, Tünde, mert hogy te ugye azt mondtam, hogy az egészségdok munkatársa vagy, ahol ugye drogprevencióval foglalkoznak, de ezen kívül ugye azért számos más területen tevékenykedsz, illetve hasonló területeken. Hát igen, én is számos más területen, és hogy az egészségdok sem kifejezetten drogprevencióval foglalkozik, hanem minden olyan problémával, ami a droghoz köthető. Van nálunk szenvedélybeteg, tehát ugye van járóbetegrendelés, van nappali ellátásunk, végzünk elterelést, ugye, akiket a rendőrség küld az intézményünkbe, végzünk családkonzultációt, van pszichiáterünk, és ami most egy ilyen vadonatúj szolgáltatás lesz, hogy nyílik most egy tinédzsereknek, vagy tinédzserek részére egy rehabilitációs intézmény itt Fehérváron. És ezen belül tulajdonképpen mindent csinálunk, ami a drogokkal, a drogozással, a szenvedélybetegségek és a szenvedélybetegekkel kapcsolatos. A másik dolog meg, amit csinálok, hogy én emellett még félállásban pszichiátriai betegekkel foglalkozom, és támogatott lakhatást vezetek Gárdonyban, és ott elsősorban pszichiátriai diagnózissal lévő, vagy ott lévő embereknek segítünk abban, hogy integrálódjanak újra a társadalomba, illetve hogy a családjukba vissza tudjuk őket helyezni. Ez a lakhatás kérdés, ez azért nagyon fontos, ugye? Mert hogy én legalábbis részemről régebben nem hallottam ilyenről, hogy ilyen lehetőségek lennének. Hát ez egy vadonatúj dolog egyébként, vagy hát vadonatúj, ez pár évre vezethető vissza, és azért van, mert hogy ugye arra mindenki rájött már, hogy nagy létszámú intézményekből rehabilitálni beteg embereket nagyon nehéz, mert hogy inkább elszigetelve élnek a családjaiktól, a társadalom többi tagjától, és ezért hozták létre ezt a támogatott lakhatást, hogy segítsük ezt a folyamatot. Mert egy pszichiátriai beteg is más típusú ellátásban részesül ma már, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Sokkal fejlettebb az ellátórendszer, és igazándiból több lehetőség van arra, vagy reméljük az eljövendő időszakban lesz is, hogy mondjuk a társadalom teljes értékű tagjaként helyezkedjenek el, akár munkahelyen, akár a családjukban, mert ugye nagyon sokáig el voltak ők azért szigetelve, és hogy azért hozták létre ezeket az intézményeket, hogy ez az elszigetelődés megszűnjön. És te egészen pontosan mivel foglalkozol, milyen feladataid vannak? Én mindenes vagyok. Én szociális munkás vagyok, és esetfelelős, és intézményvezető, úgyhogy ott, abban az intézményben, az egészségdokban, ahol a szenvedélybetegekkel foglalkozunk, ott pedig szociális munkás és közösségi koordinátor és családkonzulens. Úgyhogy nagyon sokrétű a munkám, rengeteg dolgot csinálok egyszerre. Ami számomra a legfontosabb, egyrészt ez a családkonzulensi munka, mert rájöttünk arra, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ez egy régi megfigyelés, hogy ugye a szenvedélybeteg gyermekek, akiknek most nyitjuk a rehabilitációt például itt Székesfehérváron, ugye nagyon sokszor a családból indul a probléma, amiknek a következtében ők az úgynevezett index páciensek, és hogy nem véletlenül kerülnek ők olyan helyzetbe, amilyenbe, és én abban segítek, hogy amikor ők majd részt vesznek egy ilyen kezelésen, egy rehabilitáción, vagy már most is vannak ilyen ellátottjaink, biztonsággal visszakerüljenek a családjukba, és ott egy megváltozott környezetben próbálják tovább élni az életüket.
És mi most ezzel foglalkozunk az egyik kolléganőmmel, hogy a családot készítsük fel arra, amikor már a szenvedélybeteg gyerek nem lesz szenvedélybeteg, hogy akkor hogyan lépjenek ezen túl. Hát a másik munkahelyemen pedig szerintem az esetfelelős munkám a legjobb, meg a legizgalmasabb rész, mert hogy ott hát pszichiátriai betegek napi gondjait oldom meg, családjukkal kapcsolatot tartok, beszélgetek velük, orvoshoz viszem őket, a szociális ügyeiket intézem, a gondnokokkal tartom a kapcsolatot, és emellett végzem a szükséges adminisztrációt. Most még egy picit én a gyerekeken mindig ki tudok akadni egyébként, hogyha ilyet hallok, hogy gyerekeknek van már ilyen fajta segítségnyújtás, tehát hogy már ilyen, hát nem pici, hát gondolom tinédzser életkorról beszélünk, nem akarom megkockáztatni, hogy korábbi. Hát pont ma reggel volt egy értekezletünk, ahol jött egy kérdés, hogy 10 éves gyerek szeretne felvételt nyerni, de az újonnan nyíló intézményben egyébként kedden lesz az első csoport, aki beköltözik, és hogy ez nagyon-nagyon korán felüti most már ez a probléma a fejét, mert hogy szerintem, tehát a drogozás most már egy annyira elterjedt és széleskörű probléma mindenhol, meg a könnyű hozzájutás miatt egészen korai gyerekkorban probléma ez már, tehát lásd, egy 10 éves gyerek, és ez nem is ritka, mert hogy nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár olyan intézményekből, ahol, tehát hogy nevelő otthonokból keresnek meg minket, nevelők azzal, hogy egészen kiskorban elkezdik a gyerekek ugye a közösség miatt, az egyéb ilyen szubkulturális viszonyok miatt a drogozást, de az, hogy 12-13 éves gyerekek megfordulnak nálunk, az gyakorlatilag napi szintű probléma ma már. Hát reméljük, hogy akkor a munkátokkal hozzá tudtok járulni ahhoz, hogy ez egy kicsit... Biztos. Inkább nagyon, ne csak kenjen. A Széna Egyesület a családokért, hát titeket aztán nagyon sokat lehet hallani, látni itt a városban, adományozások és nagyon sokféle program kapcsán. Egy picit mutassunk be titeket is, hogy mi az, amivel foglalkoztok, ez is egy nagyon sokrétű munka. Igen. Hát mi 26 éve dolgozunk itt Fehérváron. Most leginkább az egyik ilyen főlábunk a bölcsödék, ami miatt nemrég volt éppen egy felújítás következmény, egy ilyen sajtótájékoztató is, ahol a tetőcsere megtörtént a bölcsiknek a tetején. Úgyhogy igazából ez az egyik ilyen főlábunk, és akkor ezen felül pedig többfajta dologban dolgozunk együtt, részben a Szetával, Erikáikkal is az adomány élelmiszermentés kapcsán. Mi a fehérvári kis Tescóból szoktuk a megmaradt élelmiszert szétosztani rászoruló családok között. Ezen felül most éppen kaptunk, hogyha még adományokról van szó, számítógépeket, for profit cég, amit leselejtezett, az a családoknak teljesen tökéletes és jó, úgyhogy azokat javítgatjuk fel, meg tisztítjuk, meg készítjük kiadásra, tehát hogy most éppen ilyenben is tudtunk segíteni, meg tudunk is még. Aztán nagyon több nagy rendezvényünk van éves szinten, ahol igyekszünk felhívni a családok értékeire a figyelmet, és a családok fontosságára, mert pont azért, tehát hogyha a családok épek lennének, és jól tudnának működni, akkor nem kerülnének a gyerekek oda, ahova, amit az előbb így hallottunk, és mi igazából még azt próbáljuk prevenciós szinten, hogy ott megerősíteni még a családokat, ahol lehet, és igazából ehhez köthető az is, amit a fiataloknak próbálunk csinálni, ilyen mentálhigiénés programot, ami igazából most már közösségfejlesztésre ment át, mint cél. Most éppen a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskolában csinálunk egy megoldásfókuszú programot, ahol próbáljuk a gyerekeknek a pozitív visszajelzést gyakoroltatni, tehát az, hogy tanuljanak meg egy kicsit ettől a negatív, kritikus és egymás piszkálása, és ehelyett próbáljunk meg pozitívan nézni, és azt lássuk meg, hogy kiben mi a jó, és azt erősítsük. És ezzel fordítani, ez is egy prevenciós dolog, ezzel megerősíteni azt, hogy a személyiségük jól fejlődjön, jól tudjanak kötődni, jobban legyen a
az életük, tehát hogy ez mind a jövőjüket befolyásolja. Tehát ez még a nagyon prevenciós része az egésznek. És hát ezen felül a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnak vagyunk a helyi szervezete. Így ezen belül vándorbölcsöt szoktunk átadni évente legalább kétszer, erre is lehet pályázni. Igazából addig van egy családnál a bölcs, amíg a kisbaba ki nem növi, tehát ez a 3-4 hónap alatt azért általában vissza szokták így hozni, és akkor ahogy visszakapjuk, akkor újra meg szoktuk hirdetni. Ez érdekes, kaptunk még egy felajánlást, tehát már 2 vándorbölcsönk van, úgyhogy valamikor egyszerre megy ki mind a kettő, attól függ, hogy mennyi pályázó van. És ehhez kapcsolódóan volt a Gyereket a Magasba program is, ez a rekordkísérlet, ami hát ilyen Kárpát-medencét mondanám inkább, tehát 36 település csatlakozott hozzá, és hát egy nagyon nagy grandiózus program volt, így a Kárpát-medencében, és nem tudom, lesznek, most tervezünk egyébként, szakemberekkel is együtt szoktunk dolgozni, főleg pedagógusokkal és szociális szakemberekkel, iskolai szociális munkásokkal, és nekik szoktunk csinálni különböző csoportdinamikai tréninget, készségfejlesztő programot, és ezeknek lesznek hamarosan induló alkalmai. Úgyhogy majd mondom ezt is. Sok minden van így egymás mellett párhuzamosan, és így ezek így a múlt, és akkor majd a jövőről még. Majd még úgyis beszélünk róla. Igen, igen, hát akkor nagyon sokrétű ez a tevékenység, igen, amit ti végeztek. Mondtad, hogy a családokat próbáljátok egy kicsit erősíteni, ez hogy nyilvánul meg? Hát van, amikor fizikálisan kell, tehát adománnyal, van, amikor meg mentálisan, vagy ilyen tanáccsal, hogy hova forduljon, kihez menjen, milyen lehetőségei vannak. Tehát, hogyha ilyenben tudunk támogatást adni, akkor ezek is szoktak segíteni. A SZETA pedig hát egy hasonló szervezet, ugye ti is nagyon sokféle dolgot csináltok, ugye mostanában is voltak ilyen adományátadások iskolakezdéshez fűződően is, és a többi, és a többi. És hát ugye nem csak az ünnepek kapcsán szoktunk mi találkozni, hanem azért elég sokszor előfordul, hogy a ti általatok támogatott családoknak tudtok azért segíteni. Igen, hát a SZETA idén fogja ünnepelni a 30. születésnapját, úgyhogy egy régi múltú alapítványról beszélhetünk. Én 2014 óta vagyok az alapítványban bent, és azóta dolgozunk ezen a területen. A fő profil, igen, nálunk az élelmiszermentés, amit említett itt Márita is előtte. Mi a nagy Tesco áruházból mentjük az élelmiszert hétfőtől vasárnapig, a hét minden napján, és itt nálunk beosztott napokon érkeznek a családok, és mind a mellett, hogyha olyan mennyiségben érkezik, még a társszervezeteknek is igyekszünk juttatni, úgyhogy amellett, hogy családokat segítünk, igyekszünk a városban levő szervezetekkel is szorosan együttműködni annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe tudjon az adomány eljutni. Ez az, ami a mindennapjainkat kiteszi, de emellett vannak külön az ünnepekre kiterjesztett adományosztásaink, a karácsony és a húsvéti azért már nagyon rég múltra tekint vissza, hogy karácsonykor és húsvétkor igyekszünk azért nagyobb és másmilyen típusú adományokkal segíteni a családokat, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy itt abban tudunk a legjobban segíteni, hogy ők nyugodtan tudjanak készülődni, egy meghitt készülődést tudjunk nekik nyújtani, de azt is mindig kihangsúlyozzuk, hogy nem elég csak az ünnepekkor gondolni rájuk, hanem igenis ott van az összes többi nap, amikor nagyon nagy szükség lehet rá. Hogy ez az, ami főként ki ugye a tevékenységünket, emellett viszont nálunk is nagyon sok közösségfejlesztő program van, amivel igyekszünk segíteni, hiszen ahogy Rita is elmondta, nem csak a fizikális segítség a fontos, hanem fontos, hogy olyan rendezvényekkel tudjunk segíteni, ahol egy kicsit talán elfelejthetik a mindennapi gondokat, amikor együtt tudnak szórakozni, sportolni, részt venni egy-egy rendezvényen. És ez is nagyon fontos, és nagyon jól esik nekik, amikor ilyen ingyenes rendezvényeket tudunk biztosítani. Ti ugye szoktatok együttműködni, igen. Én meg azt gondolom, hogy lehet, hogy már így fogalmazod, én rád nézve láttam is, hogy már mintha fogalmazodna. Esküszöm, ez forgott a fejembe, hogy mennyire tök jó programok vannak, és hogy tök jól lenne együtt dolgozni, meg már így a prevenció kapcsán jutottak is dolgok az eszembe, hogy a ti prevenciótok kapcsán, hogy
lehetne együtt dolgozni, igen. Igen, így a szemem csücskében ezt nagyon figyeltem jó, igen. Meg én nagyon figyeltem arra, hogy mi mindent csináltok, igen. Ez így nagyon jó, és tényleg jó látni azt, hogy vannak olyan emberek, akik így tényleg önzetlenül erre szánják az életüket. Vajon miért fogalmazódott meg bennetek az, hogy ilyen területen akartok dolgozni? Picit menjünk vissza mindegyőtöknek a kezdetekhez. Nem tudom, szerintem én azt gondolom, hogy erre biztos, hogy születni kell, mert nem mindenki képes erre, és hogy kell nyilván egyfajta empátia készséggel rendelkezni, és egy csomó minden más olyan tulajdonsággal, hogy ti mit láttok magatokban, hogy mi az, ami egyrészt vezérelt benneteket, hogy ilyen területen dolgozzatok, és hogy mi az, amivel esetleg ti többek tudtok lenni, mondjuk, mint az átlagember. Mert például én, én nem szívesen osztogattam mondjuk ezreseket a most csúnyán mondom, fedél nélkül élőknek az utcán, de aztán egy idő után lehet, hogy eljön az emberben az, hogy de mégis, tehát lehet, hogy későn érő típusok is az emberek, hogy mondjuk később jut eszébe valakinek segítséget nyújtani, de hogy van, aki meg mondjuk már ezt szívja magával az anyatejből, vagy nem tudom. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy amikor ezt nekem mondjuk, hogy úristen, én nem tudom azt sem, mint te, én meg szoktam azt mondani, hogy én még nem tudom azt sem, mint te, mert hogy én meg nem tudnék könyvelni, vagy én lehet, hogy nem tudnék jó műsort vezetni egy tévében. Szerintem minden ember másban jó, és amiben jó, azt kell kidomborítani. Azt is szoktam mondani, hogy én semmi máshoz nem értek. Én tök jól beszélgetek az emberekkel, vagy tök jól tudok az emberekkel beszélgetni, meg jól tudok kapcsolatot teremteni, és nagy szerencsémre a szociális munka nagy része erről szól. Úgyhogy én egyébként 23 éves koromban kaptam egy ilyen Gellert. Szülésznőnek tanultam, és az már ilyen nagyon-nagyon erre vitt, mert hogy sokat segített. Egyszer kórházba kerültem, és nagyon sokat segített a nővérek odaadása, hogy mennyivel könnyebb volt úgy azt a pár napot a kórházban eltölteni, hogy olyan jó hangulat volt, meg mindenki kedves volt, és akkor úgy kezdetben nem fogalmazódni, hogy valami ilyesmi. És akkor elmentem szülésznőnek tanulni, akkor ez így még inkább előre vitt, bár abban is inkább azt szerettem, hogy a betegekkel beszélgetni, meg kommunikálni velük, meg így kellemessé tenni a kórházi tartózkodást. És aztán az egyik ismerősöm mondta, hogy ha nekem ez ennyire fontos, akkor miért nem megyek szociális munkásnak. És innentől kezdve egyenes volt az út, és a szülésznőségemet már egy 14 éves hajléktalan ellátós karrier követte, ami életem egyik legjobb munkája volt. De én azt vallom, hogy igen, lehet, hogy erre születni kell, de ahogy te a tévézésre születtél, vagy az operatőrök arra születtek, hogy operatőrök legyenek, vagy nekem meg ez megy jól. Mesélj egy picit erről az időszakról, mert azért az sem lehetett könnyű az a 14 év. Ó, de. Igen? Igen, bár sokszor gondoltam arra, hogy ha anyukám látná, hogy hol mászkálok, akkor lehet, hogy nem örülne. Nagyon jó volt, mert hát amit mondtam, hogy egyszerűen én azt éreztem, hogy nagyon nekem nem megy más. Én sose voltam jó matekból, meg magyarból, de azt láttam, hogy szeretem meghallgatni az embereket, hogy krízis helyzetekben azért elég jól tudok reagálni. És akkor szépen, ahogy tanultam, meg folyamatosan iskolába jártam, meg járok a mai napig, egyre inkább kibővült ez a szakmai háló, hogy kiktől tudok más szervezetektől, más szociális munkásoktól, más területeken dolgozóktól segítséget kérni egy adott kliensem érdekében. És akkor ez szépen így a 24 év alatt, amióta én ezt csinálom, szépen kibővült, és ma már sokkal könnyebb segíteni úgy valakin, hogy tudom, hogy kihez kell fordulni. Uh-huh. De volt egy olyan, képzeljétek el, hogy egyszer megpróbálkoztam egy magán szépészeti klinikán dolgozni, és lényegesen több fizetésért, mint amit a szociális szférában kerestem, de sírva menekültem vissza a közalkalmazotti szférába, a gyerekjóléti szolgálathoz, mert így rájöttem, hogy egyszerűen nem, nekem valahogy ez az, ami igazán fontos. És a mai napig, 24 év elteltével, én ezt bátran merem mondani, hogy nem égtem ki. És szerintem mindig gondolkodom, hogy minek köszönhetem ezt a megújulást, de szerintem annak, hogy én ebben nagyon elszánt, meg eltökélt vagyok, és engem a mai napig azt tölt fel, hogy vannak, tehát hogy tudok segíteni. Uh-huh. Csak az nem volt mindegy, ezt mindig néztem, meg mindig szem előtt tartottam, hogy az nem mindegy szerintem, hogy az ember milyen magasra rakja a lécet, mert nem szabad többet elvárni szerintem attól, mint amit egy adott kliens így nyújtani tud, és akkor így nem,
nem lehet kiégni, vagy nekem ez nem sikerült, de szerintem ez segített benne. Ezt mondtad, hogy a hajléktalan ellátásban dolgoztál, és azután, mert hogy egyszer csak valahogy Fehérvárra keveredtél, ugye Budapestről. Igen, aztán még a gyerekjólétiben is dolgoztam, mert szerettem volna azért 14 év után váltani, és csinálni egy kicsit mást. Akkor elhelyezkedtem Budapesten a gyermekjóléti szolgálatnál, aztán született két saját gyerekem. Előtte pedig megismerkedtem a férjemmel, aki szenvedélybeteg vonalon dolgozott, és valahogy így az események követték egymást, mert a férjem munkahelyet váltott, ide került Fehérvárra, akkor már ez adta magát, hogy akkor jövök vele dolgozni, és akkor Budapestről végül is az élet véletlenek sora folytán úgy sodort minket, hogy ide is költöztünk, és most már itt élünk. Azt elmondhatjuk, hogy Gönczi Gábor a párod, az egészségdok vezetője. Igen, ugye, igen. Ő is sokszor szokott nálunk szerepelni, meg hát volt már nálunk műsorban is. Úgyhogy az meg szerintem egy külön öröm lehet akkor, hogy egy munkahelyen dolgoztok, vagy nem tudom. Igen, néha ezt is meg szokták kérdezni, hogy tudunk együtt dolgozni. Igazándiból nem nagyon sokat beszélünk, mert mindig kliensekkel vagyunk, és ő ül az egyik irodába, én a másikba. Ami miatt nagyon nagy segítség. Ő családterapeuta, ugye én családkonzulens vagyok, és igazándiból rengeteg mindent meg tudunk otthon beszélni. Sokszor beszélünk otthon a munkáról. Akkor hazaviszitek a munkát? Hát kénytelenek vagyunk, ugye, mert itt nem találkozunk, és hogy nagyon egy a terület, meg ő nagyon tájékozott mindenben, meg nagyon sokszor tud nekem segíteni, hogyha vannak ilyen elakadásaim, úgyhogy ebben óriási szerencsénk van. Igen, mi jól tudunk együtt dolgozni. Igen. Szerencse. Rita, nálad hogy jött ez a családok támogatása? Hát, igazából már én is nagy családból származom, tehát nekem 3 testvérem van, és a szüleink hozták létre annak idején a Szénának az elődjét, hogy így mondjam. Tehát, hogy ők alapították meg még 95-ben, és hát az élet úgy hozta, meg a gyerekek nálam is sorba születtek, elég fiatalon, és civil területen dolgoztam, és akkor volt egy ilyen hívás, hogy hát én is jöjjek a Szénához dolgozni, és lényegében itt ragadtam, tehát még, hát már nem is tudom, 2006 körül, 7-8, valahogy így kerültem a Szénához, és akkor először ott dolgoztam, és akkor... Hát 2012-től voltam úgy, hogy besegítettem gyermekvédelmi felelősként az iskolába, a Vasvári Általánosba, és ott is ott ragadtam egy kicsit. Tehát így nekem is több helyen dolgoztam, és maradt az, hogy az egyesületet önkéntesként vezetem, és akkor mellette az iskolában van a főállásom most már. De az, hogy a gyerekek, de nekem a gyerekek mindig fontosak voltak. Nem véletlenül van nekem is 4 gyerekem, tehát, hogy olyan értékeket kapnak ők egy ilyen családi közegbe, amit máshogy nem lehet. Tehát olyan szociális kompetenciákkal rendelkeznek, meg érzékenységgel, amiket mondtál, hogy milyen empátia, mit szív magába. Tehát szerintem az egyik ilyen legjobb hely, hogyha otthon ezeket meg tudják kapni. És mi is kaptunk. Tehát nem véletlen, tehát az édesanyám is a mai napig önkéntesként dolgozik, a Smart Grant alapítványt vezeti. Tehát, hogy ez valahogy nekünk ez a batyunk, amit kaptunk útravalónak, és jó dolog segíteni. Tehát, hogy jó dolog azt látni az embereknek az arcán, hogyha át segítetted egy ilyen nehezebb szakaszán az életének. Az a még jobb, hogyha már látod, hogy gyerekek szempontjából, ha gyerekekkel foglalkozol, hogy mondjuk eltelik 5-10 év, és már látod, hogy hol tart, hogy akkor oké, megragadt, és van munkahelye, és tudja élni önállóan az életét. Szülőként meg a legnagyobb dolog, hogyha saját gyerekemet tudom, hogy önmagát meg tudja szervezni, és életképes, és repül. Tehát, hogy ennél jobb dolog szerintem nincsen. Egyébként nálatok így, hogy van 4 gyerkőc, és látják azt, hogy anya hol tevékenykedik, meg a nagymama is, hogy hol próbálnak segíteni. Nem jött még bennük elő az, hogy majd én is szeretnék valami hasonlót csinálni? Mert én látok sok ilyet.
Hát a nagylányom, ő nagyon sokat dolgozott, meg segített nekünk. Ő éppen a héten, hát már mester diplomája megvan, és most Pesten helyezkedett el egy nagy multicégnél. Benne meg, ugyanúgy megvannak ezek a szervező, rendező képességek, egyébként nagyon jól trénerkedik, tehát nagyon sok mindent tanult, kellett is neki, tehát igazából amennyi tábort csináltunk, meg amennyi olyan foglalkozást, ahol ő is tanulhatott, meg fejlődhetett, ez óhatatlan, hogy magába szívja. És még azt mondom, hogy ez a legjobb ilyen szempontból, mert belenőtt. Úgyhogy a fiaim, ők, tehát a nagyfiam, ő most éppen Portóban van, ilyen Erasmusos ösztöndíjjal, ő az államtudományok doktora lesz majd, hogyha végez az idén. Úgyhogy ő benne is olyan szinten, hogy igazából közigazgatás, vagy tehát államigazgatást tanul, ez is közel áll ahhoz, hogy azért a közért tegyem. Tehát a kisebbek, az Iker fiaim, ők még középiskolások, ők még a jövő előttük áll, úgyhogy ők még arrébb vannak ezzel, de már ők is így jelentkezgetnek, hogy akkor mikor fogunk táboroztatni, és akkor mikor megyünk együtt, mert nagyon szeretik ezeket a közösségi alkalmakat. Akkor ez jó, mert akkor legalább neked is van segítséged. Igen, nagyon, nagyon hasznos tud lenni, igen. Igen, sokat tudnak segíteni, de tényleg sokat tanulnak ezáltal. Erika, a szegényeket támogató alapítvány az hasonló terület, de azért mégiscsak egy más réteg talán, vagy nem tudom, hogy jól gondolom-e, és azért nagyon sok család tartozik hozzátok, ugye? Hogy jutottál te el idáig, hogy felkarold őket? Hát nekem talán másmilyenebb volt az utam, mint a Ritának. Én 2014-ben kerültem be az alapítványhoz, és akkor egy új építkezési folyamatban volt pont az alapítvány, és olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy nekem csak ezzel a részével kellett akkor is, és azóta is foglalkoznom, hogy ezt a szakmai területet vigyem, mert a többi részt ugye az alapítvány vezetője viszi, és így a saját káromon is tanulva tudtuk lépésről lépésre felépíteni az egész hálózatot. Nyilván ehhez kell egyfajta beállítottság, és viszont kell egyfajta tanulási folyamat is, amin azért keresztül mentünk, mert azért vannak buktatói, és ennek nem mindig úgy sülnek el a dolgok, nem biztos, hogy mindig jól tudunk elsőre segíteni, és nem is biztos, hogy mindig kell segíteni, ezt is meg kellett tanulni, de rengeteget tudnak adni, rengeteg töltést tud adni, és azért azt nem mondtuk még el, de a családdal kapcsolatban, ehhez kell egy nagyon erős családi háttér, ami mögöttünk van, hogy ők azért azt elfogadják, hogy nincsen szombat, nincsen vasárnap, karácsony csak délután kezdődik el, szóval minden akkor kezdődik, amikor ezeknek a folyamatoknak vége van, de ők ebben nőnek fel, a gyerekeink ebben nőnek fel, és ők már tudják, hogy nem probléma az, hogy csak 5 órakor állunk neki szenteste bárminek, mert hogy előtte még segítünk. És ez egy nagyon jó útra való nekik. És mielőtt ide kerültél, milyen területen dolgoztál? Már egyébként már kislánykorodban is voltak benned hasonló ambíciók? Hát a szervezési része az benne volt világéletemben. Én a Kodolányi Főiskoláról érkeztem, ahol oktatásszervező és vizsgaszervező voltam, úgyhogy a logisztika és a szervezés rész az mindig is az életem része volt, és 2 gyermek mellett, akik edzésre járnak ide, oda-moda járnak, szóval hogy ezt kell hasznosítanunk az életben, és nem csak a munkában. Picit beszéljünk most arról, hogy ugye van ez a COVID-helyzet, ugye, ami már másfél éve belengi sajnos az életünket, ez mennyire hagyott nyomot a ti életetekben? Most így nem csak a magánéletre is akár, mert ugye a munkavégzést is akár befolyásolhatta, de hogy így a ti segítő tevékenységetekben ez mennyit hozott? Félve kérdezem, mert hozhatott is, meg mennyit vett el? Hát én úgy gondolom, hogy minden szervezetnek újra kellett gondolnia a működését. Ugye újra kellett gondolnunk abból a szempontból, hogy a kollégákat hogyan tudjuk védeni, újra kellett gondolni abból a szempontból, hogy az adományozottakat hogyan tudjuk védeni, mind a mellett, hogy azt tudtuk, hogy az adományot el kell juttatni. Szóval hogy mindenféleképpen el kellett juttatni. Ezért teljesen egy újratervezési folyamatban kezdtünk bele. Azt gondolom, hogy nem volt amúgy nehéz dolgozni ebben a helyzetben, mert hiába volt baj, és hiába kellett másképp dolgozni, de amellette viszont egy teljesen csendesebb környezetben dolgoztunk, mert hogy egy csomó minden leállt.
és a dolgunkat pedig tudtuk tenni, és szerintem sokkal nyugodtabban és lassabban teltek a mindennapjaink, és sokkal nyugodtabban is fogadták az emberek azt, hogyha éppen nem úgy jött ki az a nap, nem pont akkor tudta megkapni azt az adománymennyiséget, amire amúgy is számított. Úgyhogy szerintem ez volt az, amit adott, hogy ezt újra tudtuk szervezni, és talán egy kicsit mi is le tudtunk csendesedni. Szóval abból a nagy nyüzsgésből, nagy mozgásból a munka megmaradt, sőt, talán még több munkánk is volt, de egy teljesen nyugodt körülmények között lehetett dolgozni. És egy percre nem álltunk meg. Nálunk, hát a Bölcsi az bezárt, tehát hogy ott meg kellett állnunk, viszont az összes, tehát arra adott lehetőséget, hogyha így pozitív oldalát próbálom megragadni, hogy online térbe tereltünk mindenféle tréninget és foglalkozást, és ez is egy tanulási folyamat volt. És egyébként hasznosítani is tudjuk, mert sokkal, tehát nem, így nem záródott be csak Fehérvár, mert az online tér lehetőségei nyitottak. És volt olyan tréningünk, ahol Szombathely és Békés Csaba is be tudott csatlakozni, tehát hogy olyan helyekről jöttek érdeklődők, ami egy új nyitottságot adott egyébként a szervezetnek, és éppen jövő héten is lesz online előadás, amit szervezünk. Tehát hogy meg is maradt ez a tevékenység, így igazából párhuzamosan futnak az élő és az online foglalkozások. Családilag én azt mondom, hogy nekünk nagyon jó volt. Tehát az, hogy tényleg ez a elcsendesedés, annyira sokat nem játszottunk azóta sem, mint akkor, tehát rengeteg társasjáték került elő, és volt idő. Tehát hogy az, hogy volt idő egymásra, az szerintem soha nem fog így visszajönni. Tehát mindenféle negatív mellett, tehát az, hogy én is végig dolgoztam, tehát hogy nem lehetett annyira megállni, mint ahogy így láttuk másoknál, hogy ilyen teljes zár van. Tehát így a segítő szakma az nem áll meg ilyenkor se, tehát ugyanúgy majdnem, hogy napi rendszerességgel ugyanúgy menni kellett, de mondom, sokkal nyugodtabb volt nekünk is. A gyerekek, a középiskolás gyerekeket nagyon sajnáltam, tehát hogy nagyon hosszú ideig voltak bent ebbe az online rendszerbe, ami a szociális kötődéseiket igencsak megérintette, és nehéz dolguk volt, hogy visszakerüljenek újra az iskolapadba, de bízunk benne, hogy kevés maradandó nyoma lesz, még lesz mit dolgozni velük, az biztos, de tehát ha pozitívumokat akarom kiemelni, ezek jók voltak. A negatívumokat meg nem szeretném. Épp pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen pozitív tréning az egész, hogy próbáljuk kiemelni a pozitívumot. Igazándiból én is pozitívumokat tudok csak mondani, akár a saját magánéletemre vonatkozóan, akár a munkám egyik szegmensére, hogy ugye mi is ráálltunk erre, ugye jöttek a mindenféle rendeltek, hogy be kellett zárni az intézményeket, de hogy mi is ráálltunk az online konzultációra, és bár azt lehetne hátránynak mondani, hogy ugye nagyon fontos a személyes kapcsolat, mert mi azzal dolgozunk, meg a személyiségünkkel, de hogy szerencsére ez azért átment így az online téren keresztül is. Főleg azt már észrevettük, hogy a fiatalok esetében, a tinédzserek esetében még sokszor könnyebb is volt abból a szempontból, hogy otthon ültek, otthon maradtak, és könnyebben bekapcsolták a gépet, mint hogy mondjuk felültek volna a buszra, és eljöttek volna egy személyes konzultációra, úgyhogy ez abszolút pozitív volt, meg az is, hogy nehezebben lehet droghoz jutni a pandémia idején, ezt azért visszajelzésekből hallottuk. Illetve a pszichiátriai betegeknél az volt a nehéz, hogy ugye zárlat volt az intézményben, gyakorlatilag senki nem tudta a hozzátartozóival a kapcsolatot tartani személyesen, ez azért megterhelt mindenkit, meg minket is, mert a nővérekre is jóval több feladat hárult azáltal, hogy erőteljesebben szorongtak a betegek, meg sokkal inkább haza akartak menni, és ki sem mehettek az intézményből, tehát ők bevásárolni se tudtak elmenni a boltba. És ez azért megterhelő volt mindenki számára.
De hogy ugyanakkor meg szerintem összerázódott a társaság, és hogy erősebb lett a csapat szellem, mert jobban egymásra voltak utalva, meg többet ültek le egymással beszélgetni, úgyhogy igazándiból én is így a pozitív dolgokra fókuszáltam ebben az egész pandémia helyzetben, meg egy csomó új dolgot megtanultunk ezáltal. Úgyhogy szerintem igen, nagyon szomorú, és nagyon sok érintett családdal találkoztam, akik így rengeteg veszteséget szenvedtek el ennek kapcsán, de szerencsére én is így a pozitív dolgokra tudok ebben fókuszálni. Ugye van akkor hozadék, meg van olyan, amit megtanultatok ebből, és akkor tudjátok hasznosítani a jövőre nézve. Most ugye mindig olyan helyzetek vannak, amik hát ilyen adhok jelleggel történhetnek, akár egy intézmény bezárás és a többi, hogy mennyire vagytok egyébként az ilyen helyzetekre felkészülve, mennyire tudtok ti újra tervezni? Mert azért egy csomó minden, néha, hogyha mondjuk egy rendezvényt szerveztek, akkor az is olyan, hogy rögtön kell cselekedni, hogyha nem úgy lesz. Hát ennek én inkább a bizonytalanságot tudom kiemelni, hogy az a legrosszabb, hogyha lehet előre tudni, hogy mire készüljön az ember, akkor sokkal könnyebb tervezni. Nagyon rugalmasnak kellett lenni, hogy gyorsan tudjál reagálni, és gyorsan tudjál változtatni. Most azóta is egyébként benne van a pakliban, tehát hogy így benne van a levegőben, hogy mi van akkor, ha éppen novemberre terveznénk egy konferenciát, és akkor most hogyan szervezzük, hogy online-ban szervezzük, vagy élőbe. Most például még egyébként az élő mellett vagyunk, de hogy ez a bizonytalanság, ez tényleg benne van a rendszerbe, és nem könnyű vele. Tehát tényleg a tervezés miatt nem könnyű. Hát bízunk abban, hogy nem lesz ilyen nagy zárás, ami volt, és talán így megvalósíthatóak a programok, vagy így, vagy úgy, de tényleg ezért az online felületet ugyanúgy használjuk. Már begyakoroltuk, már annyira szerintem, annyira már nem okoz akkora terhet, mint két éve. Tehát két éve azért sokkal nagyobb váltás volt. Nálatok, Erika? Hát igen, hirtelen kellett újra tervezni mindent. Első körben ugye nyilván az időseket kezdtük el védeni. Az első lépés az nálunk az volt, hogy az idősebb adományozottaknak kezdtük el személyesen kiszállítani az adományokat, és volt, aki még akkor kijárt. Próbáltunk több olyan pontot létrehozni, ahol nem kellett nekik buszra ülni, a belvárosba is át tudták venni, és ami nagyon nagy munka volt, és azt szerintem mindannyian tapasztaltuk, hogy minden csomagolni kellett. Az érintésmentes átadás, szóval, hogy rengeteg előkészületi munkát hozott még pluszba, plusz költséget, hogy semmit, ők nem hozhattak be semmit, az átadás az annyiból állt, hogy leraktuk egy asztalra az épület előtt, és ők pedig átvették. Úgyhogy erre át kellett állni, de úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan tudtak a fehérvári szervezetek erre reagálni, beváltak ezek a módszerek, úgyhogy reméljük, hogy nem kell újra elővenni ezeket a módszereket, de úgy gondolom, hogy most már nem fog akkora meglepetés érni minket, tudunk alkalmazkodni mindenhez, és ami még amúgy pozitív hozadéka volt ennek, úgy gondolom, hogy ezt mondhatom, hogy sokkal szorosabban elkezdtek együtt dolgozni a szervezetek, szóval, hogy összefogtunk, egymás válla mellé tettük a vállunkat, és akkor együtt csináltuk, talán soha ilyen összefogás nem volt még. Igen, is olyan a családsegítőkével. Igen, családsegítő is. Igen, igen, nagy összefogás alakult ki. Vagy erősebb lett ez a kötődés a szervezetek között. Tehát mondtad, hogy nem lehetett annyi droghoz jutni. Akkor nem is volt annyi páciens? Vagy? De volt. Azért volt. Azért a meglévők bejártak akkor is, amikor. Vagy hát nem bejártak, hanem online konzultáció voltak, de volt, dolgoztunk folyamatosan. És ugye mondtad, hogy online is tudtatok konzultálni, ez megmarad a jövőben is, hogy lesz ilyen lehetőség? Igen, és pont tehát hozzá tudnék csatlakozni, hogy olyan lehetőségeink is voltak, hogy mondjuk úgy tudtunk valakivel beszélni, ugye, hogy ő a munkája miatt nagyon nehezen tudott, tehát nem is tudott volna egyébként hozzám, Zircen lakott a hölgy, és akkor valahogy kiderült, hogy neki segítségre van szüksége, sőt, egy párkapcsolati konzultációval kezdődött az egész. És ő nem tudott bejárni, mert hogy Zircen volt, csak az egyik kliensünknek volt a barátnője,
És akkor elkezdtünk velük úgy párban dolgozni, hogy a fiú még rehabon volt, ő Zircen volt, és tudtunk párkapcsolati konzultációt tartani, ami azért mondjuk egy 2 évvel ezelőtt elég elképzelhetetlen lett volna, hanem akkor azt mondtuk volna, hogy hát sajnos erre nincs lehetőség, vagy keressenek egy szervezetet, aki esetleg ott csinálja. Úgyhogy szerintem ez a része így továbbra is fog működni, és most is abszolút nyitottak vagyunk, sőt, azt is kipróbáltuk már, hogy milyen az, amikor a család Németországban él, és úgy konzultáltunk például. Úgyhogy igen, ezt mi is megtartjuk. Beszéljünk egy picit arról még, szerintem ez nagyon fontos, hogy hogyan lehet mondjuk, mint magánszemély segítséget felajánlani. Mert például én tudok olyanokat, hogy nem tudom, most ez szomorú eset, de mondjuk egy elhunyt embernek a ruhái megmaradnak, és akkor lehetne adni. Tehát hogy tudnak azok segíteni, akik mondjuk csak úgy segíteni szeretnének, nem csak ruhával, hanem bármilyen adománnyal például. Hát azért a Covid helyzet erre is új alapokra hozta ezt a részét is a működésünknek, hiszen semmit nem fogadhattunk be, és nem is mertünk volna befogadni, ami kintről érkezik. És az ilyen típusú felajánlások amúgy is elég rizikósak szoktak lenni, nem mindig a legjobb szándékkal érkeznek meg, úgymond ezek a típusú felajánlások és az adományok az alapítványhoz. Van rá szükség, nyilván van rá, ruhára is van szükség, bútorra is lenne szükség, és mindenféle eszközre. Én mindig azt szoktam kérni, hogy olyat hozzanak, amit ők is szívesen fogadnának, hiszen azért, ha egy kisgyerekhez is kimegy egy játék, bármi, azért annak legyen meg minden darabja, ne legyen elszakadva, stb. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen kis ingoványos talaj, de én úgy gondolom, hogy ez minden szervezet életében ilyen, hogy szükség van meg a magánfelajánlásokra, nagyon sok magánfelajánlás is van, csak arra kérünk mindenkit tényleg, hogy olyant ajánljon fel, amit ő is szívesen fogadna. Szerintem a másik dolog az adó 1%, amivel így lehet segíteni az adott szervezetet, nálunk is az alapítványnál ez egy bevett és működő dolog, és igazándiból nekem vannak ilyen egészen lentről jövő magánszerveződéseim, hogy tudják, hogy szociális munkás vagyok, tudják, hogy hajléktalanokkal foglalkozom, és én például edzésre járok, ott a nők össze szokták dobni az ilyen maradék holmiaikat, amiket már így nem használnak, de jó állapotúak, mert ezt én is mindig szoktam kérni, hogy azért mindenki olyat adjon be, amit azért ő is még így felvenne, és tegnap is például kaptam 3 zsákot az edzés után, hogy ezt vigyem el a hajléktalan nőknek, mert hogy egy munkatársi közösség összegyűjtötte a ruhákat, és de például az, ami szükséges, például az ágynemű, amit nagyon szívesen el szoktunk fogadni mi, akik hajléktalanok, vagy én, aki hajléktalanok is foglalkozom, de szerintem, hogyha felhívják ezzel az adott szervezetet, akkor szerintem mindenki tud ezen, vagy telefonon keresztül tájékoztatást adni, hogy mi az, amire éppen aktuálisan a legnagyobb szükség van. Olyan elképesztő dolgok jöhetnek, nálunk az idős otthon, amelyik szervezetnél dolgozom, egyesületnél, Gárdonyban a pszichiátriai betegekkel, szokott olyan lenni, hogy idős embereknek mondjuk nem működik, tehát nincsenek hozzátartozóik, vagy nagyon messze él egy valaki, idős otthonba került, és nincs tévé. Mert hogy nem tud semmi más csinálni, nincs se keze, se lába, annyira rossz állapotban van, ápolási részen van, és nem működik a tévé, ami a szobájában van. Tehát, hogy ettől kezdve bármit el, de van akinek zokni kell. Tehát, hogy annyira széles a paletta szerintem, vagy a paletta, bocsánat, annyira széles a paletta, hogy az a legjobb, hogyha erről mondjuk itt személyesen tudunk tájékoztatást adni, hogy mi az, amire épp szükség van. A mi esetünkben legalábbis. Meg az adó 1% szerintem az, ami... Családoknál szintén ugyanígy működik? Mondjuk bárki megkeresett titeket, és mondjuk gyerekruhától elkezdve bármit lehet vinni? Nagyon sok megkeresést szoktunk kapni. Mi a ruhákkal már nincs az a kapacitás szerintem. Fehérváron annyi ruha felajánlás van egyébként, hogy igazából nem lehet hova tenni. Nem, tehát a kiosztásával van szerintem leginkább probléma. Nekünk, ami így jól bevált, ez a munkaközösségek, ahogy szoktak gyűjteni adott időszakban tartós élelmiszert. Tehát az szerintem nagyon jó kezdeményezés, és abból nagyon sok családot tudunk támogatni, mert azért a legtöbb szükség az általában az élelmiszer. Főleg mostani árak mellett
azzal hatékonyan tudunk segíteni, de szokott lenni nálunk is butorfejes, zongora, mindenféle szokott pörögni. A bútoroknál azt szoktuk kérni, mi nem hozzuk visszük, hanem összekötjük esetleg az adott családdal, ilyen méreteket, fotót, stb. Tehát, hogy ami normális állapotban van, és tényleg használható, az akkor, akkor megpróbáljuk így összekötni a keresletet és a kínálatot, és nem mindig sikerül. Tehát, hogy ez azért nem olyan dolog, hogy így megy. Tehát, hogy nem tudunk rá garanciát vállalni. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy azt tudjuk, hogy kiküldjük. Ha van érdeklődő, akkor fognak jelentkezni, de ha nincsen, akkor sajnos akkor nincsen. Tehát, hogy egyik sem biztosíték. Azért én inkább a tartós élelmiszer fele szoktam irányítani, mert arra mindig van. Főleg most, hogy közeleg majd az ősz és a tél. Igen. Meg a fűtőanya. Igen, tehát a fa szokott még lenni olyan, hogy tüzelőanyagot, hogy azt tudjanak kapni. Itt a műsorunk végéhez közeledve, én a műsorunk előtt kértem tőletek, hogy egy picit gondolkodjatok, hát ha fel tudjuk itt a műsor végén dobni egy-egy vidám témával, vagy bármi olyannal, ami emlékezetes volt számotokra itt a segítségnyújtó munkátok kapcsán. Van-e ilyen, amit így megosztanátok a nézőkkel? Akár vicces, de könnyeket is csalhatunk a nézők arcára, de ha van esetleg valami vidám. Én úgy gondolom, hogy én nem tudnék egy esetet kiragadni, de azok a pillanatok, amikor, és valószínűleg lehet, hogy elsírom magam, amikor azért ezek a nagy átadó ünnepségek vannak, és tényleg látjuk az örömet, sokat jelent. Az biztos. Én nincs ezen gondolkodtam, hogy nekem sincs, azért most már nagyon régóta segítőként dolgozom. Van egy-egy mozzanat, meg egy-egy konkrét kliens, aki így megmarad, de hogy olyan sok pozitív dolog történik egyébként ezen belül, és az ember ilyen apró dolgoknak is annyira nagyon tud örülni, hogy úgy konkrétumot én sem tudok. Az például nagyon nagy dolog, amikor egy szenvedélybetegnek, aki rehabról jön, vagy tudjuk, hogy utcán lakott, saját családja, saját háza, lakása, saját gyereke lesz, és erről mondjuk kapunk visszajelzést. Vagyis tudok mégiscsak. Mégiscsak eszembe jutott egy nagyon pozitív történet, ami szenvedélybeteggel kapcsolatos, és ezt el is szoktam mindenkinek mesélni, hogy pár évvel ezelőtt jött hozzánk egy férfi, aki nagyon zilált, ábrázatú volt, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam, mert hogy körülbelül ide a mellkasáig ért a szakálla, hosszú, csimbókos haja volt, és mindig úgy jött be a dogba, hogy így egy hosszú kabátba leült a sarokba, és akkor ott elaludt. És nem nagyon mertünk hozzászólni, bekerült aztán pszichiátriára, és volt egy kolléganőm, aki rendszeresen látogatta őt, és aztán eljutott odáig a folyamat, mert többször bejött, hogy elkerült rehabilitációra, és emlékszem, hogy úgy én feltettem a vonatra, és akkor mondtam neki, hogy akkor Ráckeresztúrról le kell szállni. És aztán így semmi. És képzétek el, hogy pár hónappal később ültünk az irodába, a kolléganő, akivel ő szoros kapcsolatban volt, nem volt éppen bent, és megjelent egy nagyon csinos, jó kinézetű fiatalember az ajtóban, és mondta, hogy a kolléganőmet keresi, és mondtuk, hogy hát sajnos nincs itt, de hogy milyen ügyben, hát hogy hozott neki egy csokoládét, köszönjük szépen, tegye le, és hogy akkor mit mondhatunk neki, hogy ki kereste. És képzeljétek el, azóta eldöntöttünk, hogy majd fogunk csinálni előtte-utána fotókat. Az a nagyon csinos fiatalember, az a fickó volt, akihez nem mertünk oda menni, mert annyira rosszul nézett ki, és annyira ijesztő ábrázata volt. És a mai napig egyébként józanokkal dolgozik már, van egy vállalkozása, ahol terápián átesett józan fiatalokat foglalkoztat, és nagyon népszerű egyébként a felépülő függők körében, és nagyon sok interjút is ad, és nagyon sokat mesél például a felépüléséről. Igen, valószínűleg egy ilyen nagyon híres felépülő lett. Nem a Williről beszélek, Norvinak hívják egyébként a fiatalembert, de akár a Willit is említhettem volna, mert hogy sok ilyen történetünk van, de hogy annyira óriási volt a változás, hogy egyszerűen megdöbbentő volt, hogy ugyanarról az emberről beszélünk. Ez például egy ilyen nagyon pozitív történet, de sok ilyen van, csak lehet gondolkodni, én is rengeteg előkerülne. Ezekről meg lehetne jó kis filmeket forgatni egyébként. Igen. Rita, neked? Igen. Nálam így kettő van. Ami gyors az, hogy egy fiatal
nehéz körülmények között élt, 14 éves, aki végzett az intézményben, ő 3-4 év után találkoztunk, és akkor mesélte, hogy mennyire jó lett az élete, hogy talált párt magának. Tehát olyan háttérből indult, amivel nem volt garantált az, hogy ő ilyen szépen föl fogja építeni az életét. Ez is hasonló téma ehhez. Meg van egy másik, egy nagyon nagy család, aki az Egyesületnek hát ilyen alapcsaládja is volt, ők 10 gyerekük van, és az, hogy ahogy megkapták azt a támogatást a szervezetben, ez főleg az édesanyámon keresztül történt még régebben, és azóta is igazából, hát most már nagyon sok unoka van, már nem tudom, 8. vagy 9. születik, de hogy ha nem létezett volna az Egyesület, akkor nem tudom, mi lett volna velük, mert nagyon nehéz körülmények között éltek, és egyébként szerintem még most is, tehát nagyon nehéz a sorsuk, kicsi házban, sok gyerek, nem volt mosógépük, tehát egy ez ilyen mai szemmel az ember így lerökönyödne rajta, hogy milyen körülmények között lehet nevelni a gyerekeket, de mindegyik nagyon dolgos és nagyon, nagyon jó emberek lettek, és tényleg most már ők alapítják a saját családjaikat, úgyhogy ezért fontos szerintem a mi munkánk, hogy ott legyünk akkor, amikor kell, és akkor tovább tudjuk lökni ezeken a holtpontokon ezeket az embereket, és tök jó alapokat tudnak teremteni a saját gyerekeiknek. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Köszönöm a csillogó vagy könnyező szemeiteket. És hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok még a munkátokban, és halljunk még rólatok sokat. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!